Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A hagyományoknak megfelelően Széchenyi István születésnapján tartja megemlékezését névadójáról az általános iskola. Az ünnepség keretében tesznek fogadalmat az elsősök, és veheti át elismerését az adott év Széchenyi díjasa, aki idén Marcsek Máté lett. Az iskolában feladatomat pontosan elvégzem. Ha nem is biztos, hogy ez mindig így lesz, az igen, hogy az elsőség fogadalomtétele állandó eleme a Széchenyisek ünnepének. A legnagyobb magyar születésnapján rendezi meg az iskola azt az ünnepséget, melyen megemlékeznek névadójukról, meghallgatják a kicsik fogadalmát, és átadják a Széchenyi díjat. Hagyományosan őrizzük a Széchenyi István általános iskola nevet idézőjelbe. Ismerjék hazánk nagyságának múltját, milyen példaképként állíthatjuk a gyerekek elé, legyenek tisztában azzal, hogy itt a hagyomány szerint mindig koszorúzunk, hogy van egy szobrunk, van egy Széchenyi díjazott tanulónk, legyen ez példakép az iskola valamennyi tanulójának, hogy érdemes másokért dolgozni, az iskola hírnevét örökbíteni. Minden évben próbáljuk a diákok és a tanárok közös jelöltjét felemelni. Hál' Istennek az idén is három ilyen diák volt, és olyan diák nyerte el, aki közszereplő volt a tanulók között. Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy a tanár és a diák valakit teljesen más értékrend szerint szeretne kiemelni a tömegből, úgyhogy ez az idei díjazottunk elismerést kapott a diáktársaitól, úgyhogy szerintem még lehet, hogy újongani is fognak a gyerekek. 1984-ben alapította az iskola a díjat, melyet minden esztendőben a megelőző év kiemelkedően teljesítő 8. osztályosa kaphat meg. Marcsek Máté 2019-ben végzett a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola 8. C osztályában. 8 éven keresztül jó tanuló volt, közel kitűnő eredménnyel zárta a tanéveket. Társai szerették, jó közösségi embernek ismerték meg. Sokuknak segített a tanulásban és egyéb területen is. Ritkán adódik ilyen alkalom, hogy az embernek ilyen tehetséges tanítványa van, és ezért nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a munkáját, tanulását, továbbjutását be a középiskolába. Máténál már nagyon korán kialakult ez a zenei tehetség, és hát ugye zeneiskolába járt, segítettük a munkáját abban, hogy szabaddá tettünk különböző órákat, hogy tudjon menni gyakorolni, illetve hát az osztályban, osztályközösség is segítette. Máté egy nagyon szerény gyerek, és különösebben nem, tehát nem nagyképű, nagyon szerény, és nagyon jó volt a kapcsolat a tanáraival és az osztálytársaival is. A díjazott valóban szerény mosolyjal az arcán vette tudomásul a sikert. Ez a díj nekem nagyon sokat jelent. Én nagyon örülök ennek a nagyon rangos elismerésnek. Én nagyon akartam ezt a díjat, és hát nagyon sokan mondták, hogy meg is érdemlem. Nem számítottam rá, hogy én fogom megnyerni ezt az elismerést, de nagyon örülök neki, és köszönöm. A hagyományoknak megfelelően az iskola és a város vezetése megkoszorúzta a névadó Széchenyi István szobrát. Deák Dániel a 21. század intézet politikai elemzője tartott előadást Bonyhádon a közelgő önkormányzati választások várható eredményéről és kimeneteléről. A politológus azt mondta, még mindig nagy a bizonytalanok száma, ezért egy párt sem dőlhet hátra a kampányban, még ha a számok a kormány oldal győzelmét is jelzik előre. Véleménye szerint ez a választás elsősorban az ellenzék számára bír nagyobb téttel, mert súlyos veresége esetén a következő országgyűlési választásra is kihatással lesz. Deák Dániel a jobboldali kötődésű 21. század intézet vezető elemzője a Terítéken sorozatban mondta el gondolatait a közelgő önkormányzati választásról. Megintérése szerint ez a szavazás elsősorban az ellenzék számára jelent komolyabb kihívást, hiszen ez az első olyan választás Magyarországon, amikor egységben rendeződve állnak fel a kormányzattal szemben.
hogyha most nekik nem sikerül mondjuk a nagyobb városokban, a fővárosban egy komoly fordulatot elérniük, akkor alapjaiban fogja az megrengetni az ellenzéki pártokat, tehát jelen pillanatban most sokkal inkább szól ez az önkormányzati választás arról, hogy az ellenzék miként fog kinézni 2022-re. Most az látszik, hogy a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével igyekszik teljes mértében átvenni az ellenzéki vezető szerepet, igyekeznek ők dominálni az ellenzéki párbeszédet, és hogyha ez most sikerül nekik, mondjuk Karácsony Gergely megbukik, és azután a DK szervez újra az ellenzéket, akkor már egy teljesen más felállást fogunk látni ezen a térfélen, mint korábban. A felmérések azt mutatják, a vidéki kisvárosokban a kormánypárt jelöltjei szerezhetnek győzelmet. A nagyobb harc a nagyobb lélekszámú települések esetében várható. Három megyei jogú városról beszélhetünk, amelyek jelen pillanatban is ellenzéki polgármester által vannak vezetve. Ezek között mondjuk Hódmezővásárhely vagy Salgótarján olyan város, ami akár a kormánypártok oldalára is eldőlhet a mostani választáson, tehát nincsen olyan egetrengető változásra utaló jel jelen pillanatban, ami mondjuk azt jelezni előre, hogy az ellenzék az 2014-hez képest jelentősen átrendezni az erőviszonyokat. Az EP választás előtti kutatások nem mérték jól fel azt, hogy az ellenzék miként rendeződött át, tehát a DK-nak, illetve a Momentumnak ezt a jelentős erősödését nem mérték fel. Ez azért van, mert az ellenzéki térfélen nagy a fluktuáció, összeomlott az MSZP, összeomlott a Jobbik, az LMP, tehát ezeket a szavazókat felszívta a DK és a Momentum. Nagyon sok kutatás azt mutatja, hogy akik leadták a szavazatukat a DK-ra vagy a Momentumra, azok az utolsó pillanatban döntöttek amellett, hogy így fognak szavazni. A kormánypártoknak a támogatottságát azt viszonylag jól jelezték elő a kutatócégek, tehát hibahatáron belüli különbségeket mutattak ezek a cégek. Az ellenzéki térfélen belüli átalakulást azt mindenképpen nehéz előjelezni, és ez most az önkormányzati választás esetében is érdekes lesz, hiszen itt összefogásokról van szó, ellenzéki összefogásról. Nagy kérdés az, hogy ezeket a szavazókat, ezeknek a pártoknak a szavazóit össze lehet adni egyáltalán. Ez fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzati választáson tipikusan alacsonyabb a választási részvétel, mint egy országgyűlési vagy egy EP választásnál, tehát itt mindenképpen most egy 40-50% környéki részvételre lehet számítani. Ebben az esetben a bizonytalan szavazóknak a választást befolyásoló ereje nem olyan nagy, mint mondjuk egy országgyűlési választáson, és akkor is azt láttuk tavaly áprilisban, hogy hiába nőtt meg a részvétel, hiába volt majdnem rekordmagas a választási részvétel, ez érdemben nem befolyásolta a párterőviszonyokat, tehát most is arra lehet számítani, hogy ha mondjuk a választási részvétel az utolsó hetekre megnövekszik, a bizonytalanoknak egy jelentős része mondjuk mégiscsak úgy dönt, hogy elmegy szavazni október 13-án, akkor ez nem fogja érdemben befolyásolni a párpreferenciákat, a jelöltetnek az esélyeit, hiszen a bizonytalanok is nagy mértékben megosztottak, ők is a pártok közti törésvonalak mentén megosztottak. Deák Dániel véleménye szerint egyik politikai erő sem dőlhet hátra, mert kiszámíthatatlan a végleges eredmény. Éppen ezért az utolsó időszakban is fontos lesz a mozgósítás kérdése. A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium adott otthont a testnevelők országos tanácskozásának. A jövő testnevelési tanterveiben két fontos alappillérnek kell megjelenni, hangzott el a konferencián. Az egyik a fiatalok honvédelemre alkalmassá tétele fizikailag, a másik a fair play szelleme. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium életében mindig is fontos szerepet játszott a sport. Elég csak az atlétikai centrumra, vagy az ugró és futópályára gondolni, mely szinte egyedülálló a magyar középiskolák között. 92 óta egyházi iskola vagyunk, és az egyházi iskoláknak, mind szakmai, mind pedig egyéb vonatkozású szabadságával élve, számos olyan dolgot meg tudtunk valósítani, amely a későbbiek folyamán több lehetőséget kínált más iskolákban is. Csak úgy érdekességként mondom, hogy a mindennapos testnevelést mi már a 90-es évek óta csináljuk, és rájöttünk arra, hogy a tárgyi feltételek azok sosem lesznek olyan mértékűek, hogy megelőzze a valós igényeket. Tehát nem úgy szok lenni, hogy nagy tornateremet építünk, és majd megtöltjük tartalommal,
hanem az élet azt igazolja, hogy először neki kell fogni, és az élet kikényszerít, hogy a tárgyi feltételek javuljanak. És hát ebben, hála Istennek, nagyot tudtunk lépni. Úgy is mondhatnám, hogy az országban kevés olyan intézmény van, hogy ilyen optimális feltételek vannak a mindennapos testneveléshez. A Testnevelőtanárok Országos Egyesületében ebből a tartalmi megújulásból számos dolgot ismernek, hiszen rendszeresen találkozunk összeveteleken, és eljutottunk odáig, hogy innen-onnan most a második alkalommal egy országos testnevelői konferenciát Bonyhádon rendezünk. A konferencián most kettő dolgot tűztünk napirendre. Az egyik, hogy a mindennapos testnevelésben most már a inger gyakoriságot biztosítja a jogszabály, tehát minden nap találkozunk a gyerekekkel. A tantervek az inger nagyságát biztosítják, hogy mit kell csinálni a testnevelés órákon, viszont nagyon kevés visszacsatolásunk van, nem tudjuk pontosan, mennyire vagyunk hatékonyak. Ezért célul tűztük, hogy most a legkülönbözőbb területeken, atlétikát, tanterv különböző területeiről nézzük meg, hogy hogyan lehetne visszacsatolást megmérni, hogy mennyire vagyunk hatékonyak. A másik, a nevelési célkitűzésünkben, azzal, hogy naponta találkozik a testnevelő gyerekekkel, tehát tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy a keze alatt lesznek felnőtté, hogy a sokféle hatás, ami éri ezeket a gyerekeket, most egyet tűzünk célul, ez pedig legyen a fair play szelleme. Hogy a lovagiasság, az udvariasság, a fair play, az legyen mindennapos téma a tanításunkban. TF-en nemrégiben volt egy fair play konferencia, és én a TF-nek a rektor helyettese vagyok, ezért mondom így. Mindenképpen az iskolákba szeretnénk, hogyha ez a szellemiség bekerülne, és a Nemzeti Alaptantervben is szerepet kapott, tehát expressis verbis benne van, hogy a fair play szellemisége a testkultúrának és a testkultúrán keresztül az egész nevelési közegnek a részét kell, hogy képez. A fair play-ben annyi mindent megtanulhatnak a gyerekek, a toleranciát, az egymáshoz való viszonyulást, a közösségi szellemet, sok-sok mindent. Tehát ez mindenképpen ott kell, hogy legyen, és ott is van a legújabb tantervi dokumentumban. Az elmúlt évtizedekben a testnevelés jelentős módszertani módosuláson esett át, mondta Seidler Géza, a konferencia főszervezője. Új szemléletű módszerek költöztek be az oktatási intézményekbe. Nagyon sokat nyitott a testnevelés mozgásanyagában, hogy a gyerekek minél élvezetesebben, minél sokszínűbben közelítsék meg a mozgást, és hogy minél közelebb kerüljenek a sportbeli jártassághoz. Ez egy komoly előrelépés volt a testnevelésben. Viszont eljutottunk odáig, hogy most arról is kell beszélni, hogy ezt a sokszínűséget hogyan tudjuk az iskola nyelvére refordítani, hogyan tudjuk értékelni, hogyan tudjuk ezt tulajdonképpen a legvégén osztályzatokba úgy megjeleníteni, hogy annak a pozitív, megerősítő jellege megmaradjon. Mert alapjában véve az iskola egyik fő nyelvezete az az osztályzat és érdemjegy. És valahol minden folyamatot nekünk kell tudni oda elvezetni. Mi most azokat az utakat próbáljuk keresni, ezért aktuális most ez a téma, hogy mindaz az újszerűség, mindaz a nyitottság, ami megjelent a testnevelésben, hogyan tud az értékelés nyelvezetében is kifejeződni. Tapasztalat az, hogyha valaki hobbi, örömszerűen sportol, ő is elkezdi mérni a teljesítményét. Tehát mindenki méri, mindenki kíváncsi arra, hogy amit teljesítettem, az mit mutat egy bizonyos skálán. Úgy érzem, hogy azok a jó testnevelők, azok tudnak igazán maradandó nyomot hagyni, akik ezt a kettős, ezt a valóban mondhatjuk, hogy egy ambivalencia mutatkozik ebben, ezt fel tudják oldani. És igazából én azt gondolom, hogy ez a pedagógiai lényeg, és nekünk most az a célunk ezzel a konferenciával, hogy próbáljuk meg azokat a módszereket, eljárásokat bemutatni egymásnak, amivel ez a kettőség föloldható. Hamar Pál, a Testnevelő Tanárok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, a jövő testnevelési tanterveiben megkülönböztetett szerep jut majd a honvédelemre való felkészülésnek. Ez már elég régóta napirenden van. A fiataloknak nem csak a fizikai aktivitás edzettsége alacsony szintű, nem egyszerűen, mivel nincs sorkatonai szolgálat, ilyen típusú képzést vagy ilyen tevékenységet nem folytatnak, nem kapnak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen kell, hogy ebben valamiféle előrelépés legyen, és a két legújabb tantervi dokumentum ebben előre is fog lépni. Nem nagyon rigorózus, szigorú katonai drillre gondoljunk.
Filoni Ferenci Bolya polgármester arról szólt, Bonyhádváros számára jelentőséggel bír a sport. Jól mutatják ezt a beruházások, mint a sportcsarnok vagy a sportpálya, vagy éppen a kerékpározást népszerűsítő programok. A városban, mondta Filoni Ferenci Bolya, az országos törvényhozást megelőzően kötelezővé tették a testnevelést minden oktatási intézményben. Ezzel is jelezve a város ilyen irányú gondolkodását, mely azóta is jelen van és befolyással bír a döntések előkészítésében. Országos koronglövő versenyt tartottak vasárnap Bonyhádon a helyi lőtéren. Az őszi kupa nevű versenyre a helyi sportlövészklub tagjain kívül budapesti, debreceni és bajai nevezések is érkeztek. Puskadúrogástól volt hangos a Bonyhádi lőtér szeptember 3. vasárnapján. A helyi sportlövőklub ugyanis itt rendezte meg az őszi kupa nevű koronglövő versenyt. A versenyzők 4 lőállásban sorakozva igyekeztek teljesíteni a nem kis koncentrációs gyakorlatot igénylő feladatokat. Ez egy FITAX által szervezett korongverseny. Ez egy országos verseny sorozatnak az egyik része, egyik állomása végül is Bonyhád. Ennek megfelelően nem csak a helyi klub versenyzői indultak, az ország több nagyvárosából is érkeztek nevezések, úgy mint Debrecenből vagy éppen Budapestről, de bajai lövészek is ellátogattak Bonyhádra. A bonyhádi klubnál néhány hónapja komoly változások történtek, a tagság ugyanis új elnököt választotta a székesfehérvári származású Nagy Péter személyében. Most már a bonyhádi BLSK-ban lassan 10 éve vagyok tag. Rendszeresen lejárok lőni, korongozni, meg kispuskára is. Hobbim a vadászat, tehát ezáltal ugye nem áll messze a fegyverkezelés, illetve van valamilyen katonai előéletem is. Aztán hát ugye úgy alakultak a dolgok itt Bonyhádon, hogy egy elnökváltás kellett. Tagság végül is megszavazott, tehát nem volt ebbe semmi extra. Úgy gondolták, hogy megfelelő embert választanak, gondolom, hogy így gondolták. Remélem, a bizalmukat majd meg tudom hálálni. Az új elnök tele van tervekkel, a helyi versenyek további rendszeres szervezése és bonyolítása mellett az is a fő céljai közé tartozik, hogy minél több bonyhádi és Bonyhád környéki fiatallal ismertessék meg a sport és a koronglövészet nyújtotta élményt. Elsősorban majd a klubbal a tervek, a következők, a fiatalságot szeretnénk bevonni, ugyanis ugye egy fegyver kezelés, mikor megtanulnak a fiatalok, akkor ez nagyon erős rend és fegyelmet követel. Ezáltal ugye majd bízunk benne, hogy az egyéniséget is fejleszti. Meglévő tagjainkkal csak ilyen helyi versenyeket szoktunk, vagy tervezünk majd, tehát nem kívánunk országos szinten versenyezni, inkább csak magunk szórakoztatására. Az elmúlt években a bonyhádi lőtér a régió egyik legfontosabb helyszínévé tudta kinőni magát. Egész évben szerveznek itt ugyanis versenyeket, amik az országos bajnokság fordulóinak számítanak. Éppen ezért lenne tökéletes a helyszín arra, hogy a fiatalok itt szerezzenek kellő rutint. Nem véletlenül beszélt korábban az Országos Vadászszövetség elnöke is arról, hogy az itteni lőtér a sportág új mini fellegvára. Igazából a szülőket is várjuk, nem csak a fiatalokat, tehát lehet ez egy családi program is majd akár a későbbiekben. Amikor van egy ilyen kispuskalövészet például, akkor van főzés, tehát egy ilyen családias hangot próbálunk mindig beállítani, és elsősorban azokat várjuk, akik mindenképpen kíváncsiak erre, hogy hogy működik és hogy milyen. Találkoztam olyan fiatallal, aki idáig csak tévében, illetve játékokon látott ilyet, és az első lövésnél megijedt, szó szerint elpityerekte magát. Aztán későbbiekben, mikor így látta, hogy azért ezt megfelelő odafigyeléssel jól lehet csinálni, belejött, és most már egész aktív tag lett belőle. A bonyhádi klub új vezetője tehát tele van tervekkel, és az sem kizárt, hogy a bonyhádi lőtér néhány éven belül nemzetközi versenynek ad majd otthont. Bátran küzdött a Bonyhád VLC csapata a Magyar Kupa 6. fordulójában, azonban így is 5 gólt kapott a Felcsúti Puskás Akadémia csapatától. A hazaiak vezetőedzője szerint egyáltalán nem panaszkodhatnak, hiszen megpróbálták megnehezíteni a vendégek dolgát. A Bonyhád VLC jövő évi tervei közé tartozik az is, hogy ismét egy nagy csapatot hozzanak el a Völgység fővárosába. A Magyar Kupa küzdelmeiben a nagy csapatok összecsapásai mellett mindig hangsúlyos volt, hogy egy NB2-es vagy NB3-as csapat meg tudja ellepni az első osztályban szereplő gárdákat. Azonban van olyan is, hogy egy megyei osztályú fotballklub mérkőzhet meg egy első osztályú déli gárdával. A Bonyhád VLC 2015 után ismét az NB1-es klubot fogadhatott otthon.
Ezúttal a Felcsúti Puskás Akadémia látogatott el a Sport utcai futballpályára. Külő Dalan tanítványai arra készültek, hogy megpróbálnak meglepetést okozni. Azonban már az 50. másodperc után vezetést szereztek a vendégek. Júcsó Ádám góljával, aki később a meccsen még kétszer volt eredményes. Az első félidő végén 0-3-as vendégvezetéssel mentek pihenni a csapatok. A félidőben stábunknak nyilatkozott a meccsre kilátogató Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Utoljára 2015-ben a Honvédot fogadtuk itt Bonyhádon, és most meg a vendégünk a Puskás Akadémia. Bár az első félidőben nagyon elhúztak, azért reménykedünk abban, hogy egy szépítés vagy a döntetlen közeli helyzetet meg tudjuk szerezni. Úgy gondolom, hogy itt nem is az a cél vagy a lényeg, hogy megnyerjük ezt a meccset, hanem a helytállás. Most a megyei bajnokságban, megyeiben Bonyhád az első helyen áll. Továbbra is az a célunk, hogy a bajnoki címet újra megszerezze a csapat, a szurkolóknak pedig egy kellemes és szép délutánjuk van. Ugyanezen a véleményen volt a város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is. Jó néhány mérkőzésen voltam már a csapatnak, de ennyire még egyiken sem izgultam. Szerintem nagyon sokan vagyunk itt a pályán, akik most így félidőben azt gondoljuk, hogy hát az első gól az nagyon gyorsan jött, és utána az a kéz az nem volt kéz, és egyébként meg nem volt 11-es, szóval mi másképp ítéltük volna. Én nagyon bízom benne, hogy a második fél időben sikerül gólt rúgnunk, nem is egyet, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hajrá Bonyhád! A második fél időben aztán a játékképe némi javulást mutatott a bonyhádiak részéről. A hazaiak jó pár helyzetet dolgoztak ki, és veszélyeztetni is sikerült a Felcsúti gárda kapuját. A két csapat között az osztálykülönbség és a játékos állomány közötti különbség is kiütközött. A meccs végén a Puskás Akadémia még két góllal biztosította be az 5-0-ás végeredményt. Úgy készültünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ide tudtunk hozni egy NB1-es csapatot. Ugye ehhez meg kellett nyerjük a megyei kupa fordulót, illetve a kupa küzdelmeket. Ez sikerült. Ugye a szerencse az mellénk állt, mert mindig úgy indulunk neki, hogy azért, hogyha esetleg kijutunk az országos főtáblára, akkor egy olyan együttessel játszunk, aki lehet, ha lehet, akkor NB1-es legyen. A Puskás Akadémia az gyakorlatilag 50 másodpercig volt kérdéses az ő továbbjutásuk, hiszen megbeszéltük a fiúkkal az öltözőből, hogy próbáljuk kitolni azt az időperiódust, amíg gólt kapunk. Egy védelmi hibát követően már 50 másodperc után sajnos gólt kaptunk. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ott eldőlt, de utána azért voltak, én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert nagyjából jó felfogásba játszottunk, voltak lehetőségeink, volt, amikor tudtunk ugyanha csak rövid ideig is, de egy picit talán dominálni is. Az, hogy ennyi lett közt, tehát nyilván a két csapat képességbeli különbségeit, meg mindenféle lehetőségeit nem kell egy lapon emlegetni, de én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, és ha tehetnénk, akkor jövőre is valami hasonlót tennénk. Nyilván most már tudunk a bajnoksága koncentrálni, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és nyilván ez az elsődleges szempont most. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!